8 bányász életét vesztette, mintegy 20-an pedig megsérültek a Szokóbánya közelében történt bányaszerencsétlenségben. A Szokó nevű színbánya egyik aknája omlott be valamivel hajnali 4 óra után. Mától kampánycsend van érvényben Szerbiában. A választási törvény alapján a kampánycsend a vasárnap esti urnazárásig, vagyis 20 óráig tart. Nem lehet a pártokkal, a jelöltekkel kapcsolatos reklámokat, beszélgetéseket, műsorokat sugározni, propagandaanyagot küldeni vagy választási rendezvényeket szervezni. Az interneten és óriás plakátokon történő politikai reklámokat nem büntetik. Április 3-án választások lesznek Szerbiában. A szavazóhelyek reggel 7 és este 8 között tartanak nyitva. Szavazni érvényes igazolvánnyal, útlevéllel lehet minden 18 év feletti szerb állampolgárságú lakosnak, akinek van szavazati joga. A választásokon 19 parlamenti listára és egy másik szavazólapon 8 elnökjelöltre voksolhatnak. 95 éve született Puskás Ferenc, aki az aranycsapat kapitányaként a magyar labdarúgás legnagyobb eredményeinek, olimpiai bajnoki címnek, világbajnoki ezüstnek és Európa Kupa győzelemnek a főszereplője volt, hangzott el a budapesti megemlékezésen. A Real Madriddal is óriási sikereket ért el.